Jó estét kívánok! Orosz barát állarcos fegyveresek rabolták el az EBSZ nemzetközi közvetítőit Szlavjanszk városában. A szeparatisták kémkedéssel vádolják a szakértőket, de a kijevi kormány már tárgyal a külföldiek szabadon engedéséről. Közben Ukrajna elzárta a krími félszigetet édesvízzel ellátó észak-krími csatornát, így a térség ivóvíz nélkül maradhat. A G7 csoport hamarosan szankciókat jelenthet be Moszkvával szemben. Kijevi források szerint a megfigyelők buszát támadták meg a szeparatisták, akik majdnem két hete tartják ellenőrzésük alatt a Donyecki régió északi részén, az orosz határ közelében lévő százezres települést. A hírek szerint a szakértői csoportot és kíséretüket a biztonsági szolgálatok helyi székházában tartják fogva a szeparatisták. Ezek nem szakértők, hanem kémek. Vannak információink, amelyek megerősítik, hogy kémtevékenységet folytatnak. Hogy mi lesz a sorsuk, azt majd a vezetőink eldöntik. Válaszolt egy riporter kérdésére a fogvatartók képviselője. Szlavjanszkban még mindig az orosz barát fegyveresek ellenőriznek több kormányzati épületet. A kijevi kormány a héten elindította a második terrorista ellenesnek nevezett offenzívát a régióban, de az ukrán erők egyelőre nem mentek tovább a város határában emelt ellenőrzőpontoknál. A közeli Litvániába amerikai csapatok érkeztek, hogy közös hadgyakorlatot hajtsanak végre a litván légierővel. Ugyanakkor az elmúlt 24 órában orosz harci repülőgépek többször is berepültek az ukrán légtérbe. Az még nem világos, hogy mi volt az akció célja. Elképzelhető, hogy tesztelni akarták az ukrán radarrendszert, de az is, hogy pusztán erőfitoktatás történt. A G7 csoport rövid időn belül meghozhatja a szankciókról szóló döntést, amely szerint biztosítani kell a békés környezetet a májusi ukrajnai választások előtt. Az Egyesült Államok és az Európai Unió hétfőn jelentheti be az Oroszország elleni szankciók újabb körét.